Sziasztok, Gyimesi Kriszta vagyok. Az NMPT, azaz Natural Movement Pattern Training, természetes mozgás minta tréningeken, nagyon sokat beszélek arról, hogy hol tartod a fejedet. Ugye a fejünk az normál esetben 7-8 kiló, de sokkal több is tud lenni abban az esetben, hogyha nem tartod a helyén. Mi van akkor például, milyen esetekben nem tartod például a helyén? Mondjuk, hogyha most például úgy nézed ezt a videót, hogy előre tolod a fejedet, de akkor sem tartod a fején, amikor mondjuk főzöl, vagy egy gépsoron dolgozol. Millió-millió eset tudod, hogy miről beszélek. Nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha fogod a telefonodat a kezedben. Én a lányomnak minden pillanatban szólok a napi egy órás telefonhasználat közben, hogyha nem jól tartja a fejét. És igazából mindig azt csinálja, hogy csúszik le az ágyon, és aztán a végén egy ilyen állásban lesz a kis fejecskéje, de én erre mindig figyelmeztetem. Úgyhogy most szeretném neked megmutatni, hogy milyen telefontartásoknál hány kilós a fejed. Ugye ilyenkor, amikor normálisan így ja, nem is látszik, fejmagasságban tartod a telefont, és mondjuk így olvasgatsz, most nyilván így nem annyira kényelmes, én ezt tudom, hogy ezt gondolod, így a fejed 5 kiló körülbelül, közben egy puskázok egy anyagról, amit postáltam az egyik szakmai csoportban, és akkor amikor már egy 15 fokot előre van a fejed, akkor erre az 5 kilóra kapásból 7 kiló ráadódik, tehát mondjuk egy ilyen állapotnál már 12 kilós lehet a fej, és akkor ez mondjuk itt ilyen hogy látszódjon, egy ilyen mell vonalába kerül a telefonon. Amikor már a mellkas alá lekerül a telefon, akkor a 30 fokos szög és 18 kiló. Tehát most képzeld el, hogy abból az 5 kilós fejből lesz egy 18 kilós fej, az nagyon-nagyon durva, és amikor nem van az öledben a telefonod, akkor már így nézel le, akkor már 27 kilóssá válik a fejed. Tehát most képzeld el a gerincedet, ami arra van kitalálva, hogy 5-7 kilót tökéletesen tudjon vinni a tetején, és ehhez az 5-7 kilóhoz képest 30 kilónyi terhet kap az egész rendszer. És nyilván az egész, főleg a derék, ami a leggyengébb pontunk, valószínűleg az fogja a legjobban meginni a levét, illetve a nyak, ami a legjobban törik. Tehát, hogyha én nagyon leegyszerűsítjük a történetet, képzeld el itt a két csigolyádat, és akkor közte van ugye a porckorong, aminek van egy ilyen kis zselés belső magja, és akkor egy ilyen rostos gyűrű, ami így ezt a vízzel teli, jobban teli réteget ott szépen megtartja, és ugye az fog nekünk segíteni, hogy a mozgásnál ne kapjunk agyászkodást, ne érjenek össze a csigolyanyúlványaink, tehát hogy olyan szépen, rendesen működjön a rendszer. Most képzeld el azt, amikor így nézed azt a telefont, mi történik itt a csigolyáiddal, ebből lesz egy ilyen. Tehát iszonyú nagy törést fog kapni itt a nyak, és hogyha itt benne van egy ilyen gömbszerű valami, hogyha ez így egy ilyen módon itt elkezd összeközeledni a test eleje felé eső része a csigolyának, akkor mit fog csinálni? Kifele fogja tolni a porckorongot. Tehát, hogy azon túl, hogy nyaki porckorong sérved alakulhat ki, rengeteg más problémát okozhat. Ebben már nem akarok belemenni. Hogyha úgy gondolod, hogy van a te testeddel is tennivaló, és nagyon képlem, hogy ne lenne, akármit sportolsz, akármit csinálsz, akkor nagy szeretettel várlak NMPT tréningre, azaz természetes mozgás minta tréningre, ahol egyrészt meg fogod érteni azt, hogy mi zajlik a testedben, milyen összefüggések vannak a testben. Ettől, hogy így tartod a telefonodat, miért lett sarkantyúd? Vagy miért lett talpi bőrnyegyulladásod? Vagy mondjuk miért fáj a derekad? Jó, tehát hogy ezt át fogod látni, és ami a lényeg, megoldást fogok tudni nyújtani. Egyrészt megoldást nyújtok azzal, hogy megtanulhatsz egy gyakorlatsort, amivel szépen visszaprogramozhatod a testtartásodat a megfelelő irányba, a megfelelő
módon. Kitágítjuk, kinyitjuk azokat a lágy szöveti beszűküléseket, amik elhúznak területeket a testeden. Elkezdünk helyet csinálni a nyakban, a derékban, ahogy mondtam, ahol a másik problémás terület van. Illetve elkezdünk izmokat megerősíteni, amik esetleg ellustultak, vagy elfelejtették a dolgukat. Tehát ez az egyik, ez az NMPT módszer. A másik, amivel segíteni tudok, hogyha eljössz hozzám, hogy manuálisan rá tudok segíteni arra, hogy a testtartásod elkezdjen egy picit alakulni, tehát hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen a működés, és azokat a beszűkült, akár ilyen nagyon feszessé vált területeket a testben, azokat szépen el tudom kezdeni neked meglazítani, amitől már egyből jobban leszel. Ilyen fascia és siacu kezeléssel például már szüntettem meg másfél éve tartó migrénes fejfájást. Ez szerintem egy nagyon komoly dolog. Egy kezelés után olyan módon szűnt meg, hogy amikor nagy időjárás változás van, akkor visszaköszönget a fájdalom, de már nem olyan erőteljesen. Vagy például karzsibbadás elmúlt. Tehát, hogy ezeknek mind-mind-mind olyan okai vannak, amihez szépen hozzá lehet nyúlni, te azt hiszed, hogy sokkal nagyobb a probléma, és szerencsére sokkal kisebb. Úgyhogy várlak szeretettel, egyéni kezelésre, úgyhogy hívj bátran!